Ferencváros Honvéd a Népligetben, ez a mérkőzés sem fontos abból a szempontból, hogy mit visznek magukkal a játszásba a csapatok, hiszen a Ferencváros a felső ágon játszik majd a Honvéd, mivel sereghajtó az alsón. Volt egy helyzet Mesterházi Csilla révén, aztán egy Rudán stukkolás szögletet követően két ferencvárosi helyzettel kezdődött a Népligeti találkozó, aztán jön egy Honvéd lehetőség is, Dénes Dorka beadja, a berepülő Svetlik épp hogy lekésik a labdáról, vagy legalábbis arról, hogy jól találja azt el. Bíró Nikolett Giovanna középre, Zeller önzetlen, és ez gólt hoz a Ferencváros konyhájára. Görög a gólszerző. A Honvédban továbbra is hetessel Dénes Dorka befűz egy védőt, még egyet becsap, de ott már kisodródik, vissza kell fordulni, nem gond neki, becsapja emberét, a másikat is, aki aztán fölrúgja. 11-es egyenlíthet a Honvéd, és egyenlít is, elegáns mozdulat, Molnár Rózsa. 1-1. Giovanna, és egy gyönyörű pörgetés, Görög Zsófia. 2-1, 5 perc alatt 3 gól született. Jöhetne a következő, Aschenbrenner vét óriásit, remekül jött ki, aztán egy középre gurított labda, ügye bajjal, de fölszabadítanak a vendégek. Egy szabadrugás középre, kijön Aschenbrenner ütközött Vőféjjel, aki agyrázkodás kapott, de a meccsjegyzőkönyve szerint tudta folytatni a játékot. Egy középpályás labdaszerzést követően Dénes sikerül kiugratni a Honvéd középpályájának, a betett labdát pedig szögletre vágja a hátrafutó ferencvárosi hátvéd. 36. perc, egy ügyes összjáték, középen a 16-oson belül Zeller Dóra a gólpassza után gólt is jegyez. 3-1. A nézők várták a folytatást, de nem volt, hiszen a játékvezető nem engedte vissza a játékosokat a pályára, életveszélyes volt, az öltöző épület tetejét megtépte a brutális erejű szél, repkedtek a bádog darabok.